A Rejsülféle sörház Keszthely múltjának egy jelentős darabja, melyet Festetics György építetett az 1700-as évek végén. Az épületben uradalmi sör és pálinka főző működött 1844-ig, ekkor vette bérbe Rejsül Vencel. A vállalkozás több mint 100 éven keresztül játszott jelentős gazdasági szerepet a város életében. A sörház most mintegy 850 millió forintos Európai Uniós pályázatnak köszönhetően újul meg. A kivitelezés jogát egy budapesti cég nyerte el, aki több projekten is dolgozott már Keszthelyen. Jelen pillanatban ugye egy munkaterület átadás átvételt várunk, ami feltehetően a jövő héten már meg fog történni. Ezután a teljes környezetet fogjuk először rendbe rakni, ugye az épületet felnőtték az aljnövényzetek, fák, ennek a terület rendezésével fogunk kezdeni, valamint a munkavédelmi dolgokat fogjuk megoldani első körben, és a szerkezetépítést kezdjük. A felújított épület együttesben sok funkciós kereskedelmi szolgáltató és közösségi terek létesülnek majd, amelyek széles célcsoportokat lesznek képesek kiszolgálni. A belső udvarban egy zöld területet alakítanak ki, de lesz sörterasz és a parkoló is megújul. Mindezek mellett egy látvány sörfőzde eleveníti fel az épület egykori funkcióját. Kézműves sörfőzde és elhelyezése kialakításra kerül, amihez kapcsolódóan egy megfelelő nagyságú fogyasztói tér is meg fog majd valósulni. Ezen kívül látványkonyhának hívod, de igazából egy ilyen gasztroakadémiát elképzelve tervezték meg a munkatársaink az épületnek egyik részét, valamint hát inkubátor szobák, irodák kerülnek majd kialakításra, amiket lehet bérelni, ez többszintes épület is, ez a második szinten lesz majd. Egy étterem is csatlakozik ehhez. A sörház projekthez egy másik 250 millió forintos pályázat is kapcsolódik, hangzott el a projekt nyitói rendezvényen. Ennek keretein belül a Deák Ferenc utcai barokk épületben egy olyan szövetkezeti boltot alakítanak ki, amely a helyi mezőgazdasági termelők piacra jutását segíti elő. A projekt nyitó keretein belül sor került a kivitelezői szerződés ünnepélyes aláírására is. A beruházás várhatóan 2020 végén fejeződik be.